minden mi történt? A liberális internacionáli alelnökéből keleti diktátorok nyugatellenes barátja lett. Így jellemezte a Jobbik frakció vezetője Orbán Viktort. Jakab Péter szerint a miniszterelnök korábban maga is sorosista volt, mára viszont soros fóbiája lett. Én azt kívánom önnek, hogy találja meg végre a normalitás útját, és felejtse el a fóbiáit, mert így nem tudjuk megállapítani, hogy a magyarokat néző hülyének, vagy ön az. A miniszterelnök szerint felszólalásaiban Jakab Péter nem érveket mond, hanem kiabál és gyalászkodik. Viszont válaszát már nem tudta elmondani a Jobbik politikusa, akit korábban felszólalásának stílusa miatt figyelmeztetett is a házelnök. Milyen sértődősek voltak a miniszterelnök úr? De akkor konzultáljunk. Képviselő úr, öntől elvettem a szót, legyen szíves leülni. Az MSZP-s harangozó Tamás azt sorolta fel, mire költ a kormánya helyett, hogy 10 milliárd forinttal járulna hozzá a Lánchíd felújításához. Orbán Viktor válaszában egy államkincstári dokumentumra hivatkozott. Tisztelt harangozó képviselő úr, ide az van írva, hogy a fővárosi önkormányzat 2020. március 31-én 180 milliárd forintos állampapír állománnyal rendelkezik. Ha 180 milliárd forint, miniszterelnök úr, csak úgy ott van, mondja már nekem, hogy Tarlós úr 9 év alatt mi a rossz sebet csinál? Elnézést. Mi a fészkes fenét csinál? A miniszterelnök érdemben nem válaszolt, azt hangsúlyozta, hogy a fővárosnak van forrása. Jó reggelt kívánok, harangozó Tamás! Kezdjük a 180 milliárd forint állampapírral. Mit értett azon, hogy az úgy csak ott van? Nézze, van egy, és ez az én hibám is természetesen, a rendszer hibáján túl van, egy pöti probléma ezzel az azonnali kérdéssel. A viszonválaszunkra egy perc van, és abban sajnos nem volt lehetőségem néhány nagyon fontos dolgot elmondani, talán ebben a műsorban több lehet rá. Szóval a 180 milliárd forintnyi kötvény az ott van Budapest birtokában, ez így van. Csak közben ugyanez a Budapest az előző városvezetéstől 114 milliárd forintnyi adósságot is átvett, ami ennek a pénznek a érezhető módon a döntő többséget, egy nagy részét kioltja, és 240 milliárd forint eldöntött és lekötött beruházást. Erre van az a kötvény fedezetként alapvetően. És ezek a beruházások olyanok, mint például a vakok óvodájának felújítása, mint a Blaha Lujza tér vagy a Széna tér felújítása, vagy éppen a hármas metró akadálymentesítése, amit talán emlékszünk rá, igenis nagyon foglalkoztatta a budapestieket, és valóban megoldandó probléma. Venebane például a dóm lehúzható erről a 240 milliárdos eldöntöttről. Ezek már eldöntött beruházások, hát amiket és ezt kiabáltam itt félikbe Kárász Robertnek, amikor felkonferált, hogy mindjárt felsorolom, hogy mi az, amit, hogyha nem erre költ, vagy másra költ a kormány, akkor nem lesz. Nézzük. Ezen föl, ezeket mondtam el, és még sokat tudnék mondani, de van egy másik kategória, amit most ön is szóvá tett, hogy milyen problémák vannak még ezen túl a fővárosban. Tarlós úr itt hagyott 3 millió négyzetkilométernyi, teljesen lepusztult azonnali felújításra szoruló utat. Szerintem autós barátaim, vagy akár én sokat motorozok, motoros kollégáim meg pláne meg tudják erősíteni, hogy néha már életveszélyes állapotban vannak kerületekben utak. Azonnali itt hagyott, ezek ez a kategória, 3 millió négyzetméternyi út. Több száz felüljáró híd Budapesten. Több száz kilométernyi csatorna, illetve vízcső, ami egyébként folyamatos csőtöréseket okoz ma már. Ez az elmúlt 9 évben, ezekhez nem nyúltak. Egyetlen híd fel nem lett újítva az elmúlt 9 évben egyébként. Itt van a dóm. Itt repkednek ám a 10-20-30 milliárdok azokban, amikorról beszéltünk. Azért, amit most mondtad. És a nagyon nagy kérdés, hogy egyébként az elmúlt, ugye 2015-ben már egyszer beszakadt a Lánchíd aszfaltja, arra nagyon sokan emlékeznek, mert egy autókereke benne maradt, úgy kellett elvontatni. Tavaly szeptemberben még Tarlós által vezetett főváros kiírt egy közbeszerzést, amint aztán még ők eredménytelenné nyilvánítottak. Szóval jelen pillanatban itt erre a fővárosi vezetésre mutogatni szerintem nem tisztességes, a 180 milliárdot úgy beállítani, mint hogyha ez egy olyan, hát ott lenne a polcon egy ilyen kis üvegcsészébe betekerve, és nem akarnak hozzányúlni, az egyszerű hazugság.
És nem beszéltünk még arról nagyon-nagyon röviden, hogy a pandémiás helyzet és a kormány további elvonása, megszorító intézkedése még pluszban mi minden kárt okozott a fővárosnak, és most azért nem megyek csak bele, mert erről sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, a parkolási bevételek elvétele, az iparűzési adó kiesése, maga a védekezés költségei, tehát itt repkednek a 20-40 milliárdok, így van, még azt is elvették, igen, amit beígértek, most a minap Gulyás Gergely egy törvénymódosítása még 5 milliárdot elvett a fővárostól a saját fejlesztési forrásából, mondván, és ez van a törvényben, hogy majd Gulyás Gergely pályázat nélkül megmondja, hogy mire költik el, tehát azért ilyen körülmények között a miniszterelnök, ahogy ezt és amit mondott, az nem, hogy nem volt elegáns, de nem is volt igaz. De ezt is tegyük félre, mert az Úristen áldja meg őket, és ezt próbáltam tegnap is elmondani. Nem mindegy. Ez a Lánchíd. Hát egy olyan kormányról beszélünk, egy olyan miniszterelnökről, aki a parlamentben még nekem is múltkor azt mondta, hogy ők mindent megoldanak. Hát akkor ezzel mi van? Ezt nem akarják megoldani? És nagyon úgy tűnik sajnos, hogy a válasz erre az, hogy nem akarják megoldani, mert Pityáner alantas politikai játszmát akarnak játszani a Lánchíddal, ami szerintem nem normális, tehát találhatnának jobb terepet is erre. Külön megköszönt a miniszterelnök a 6 milliárdos támogatást a kormánypárti képviselőknek, akik megszavazták ezt a Lánchíd javára. De nincs még sehol. És ugye arról van szó, hogy az elmúlt időszakban a szeptemberi, amit mondtam még, Tarlósék által lefújt közbeszerzés, ugye mindenki tudja, talán Magyarországon egy közbeszerzés nem egy hét. Akkor megint újabb hónapok nyíltak meg, aztán jött a pandémiás helyzet, plusz az árak mentek föl. Tehát ma ott tartunk, hogy a főváros 10 milliárd forintot szeretne kérni az államtól, a többit ő hozzáteszi a sajátjából. Mire gondol akkor a miniszterelnök? És közben 6 milliárd forintot fog az ország eldajdajozni 3 nap alatt, augusztus 20-án. Tehát ugye ez az igazán bosszantó, és ez teszi világossá szerintem mindenki felháborodását, hogy nem arról van szó, hogy itt a minisztériumok, a kormány meghúzza a derékszíjat, lemond 8 havi fizetéséről, mindenki kétségbe van esve, hogy úristen, de rosszul állunk, hanem 3 nap alatt annyit fog elmulattatni, vagy mulatni az ország, vagy mulattatni a kormány az országgal, mint amennyire Lánchidat a kormány, amennyiben hozzájárul a Lánchid felújításához. Ez szerintem nem tudok más mondani, ez már beteg dolog, nem tudok más mondani rá. Jártamban, Keltemben, ugye az ember sokszor tájékozódik taxisoktól, a hangulatról, sokan morogtak ezzel kapcsolatban. Nem tervezett az ellenzék valamilyen fajta felmérést, vagy egy... Hát mi éppen felmérünk az utcán, tehát múlt hét óta, ennek a hétnek a végéig, Budapest legforgalmasabb terein a kupakos szavazás, világhírű kupakos szavazásunk van, de egyébként nagyon-nagyon hogy áll népszerű. A kupakos szavazás? Igen, elég látványos nagyon egyébként. Sok helyen sorban állnak az emberek, aláírnak, nyilván ezzel is kifejezik a nem tetszésüket. Nyilván a műanyag kupak ennek csak egy olyan része, ami egy aktivitás, de a végén mégis csak egy környezetvédelmi vagy környezetkímélő akció. Természetesen el fogjuk vinni a kupakokat oda, ahol annak a legjobb. Ez azért jó, mert valószínűleg annak nagyobb az impaktja, nagyobb a hatása a kupakgyűjtésnek, mint végül igen, az eredménynek. Meg, mert persze erről tudtam, bele, hogy ezt amikor sorba állnak az emberek az utcán, ugye, mind bárkinél egy kupak véletlenül nincs a zsebében. Ez azt jelenti, hogy ő ezt eldöntötte, eljön és ki akarja fejezni a véleményét. Ebből is látszik egyébként, hogy a budapestieket felháborítja. Egyébként az ő életükkel ne is szórakozzanak azért, mert most politikai játszmát akarnak játszani. Két ok miatt, egy, még egyszer a Lánchíd, nemzeti jelképünk. Tehát nem a felcsúti kis vasutat mutogatják a különböző filmekben, vagy a különböző nemzeti jelképeinken, egyelőre még nem az van, hanem a Lánchíd. 2. Budapest közlekedésének egy nagyon fontos csomópontja. Tehát a budai hegyoldalról leereszkedő miniszterelnök minden reggel, ugye tudom, most már csak a várig kell mennie, de ő pontosan tudja, mert szerintem a kis buszával, ahogy néztük a PR videót, ő is azon jött át reggelente, ha az ott megszűnik, akkor ott fél Budapest fejreáll. Tehát ezzel nem lehet szórakozni. Egy másik témával kapcsolatban is a Pityáner szót használta, nem csak a Lánchíddal, hanem... Ja, pedig az csak egy bekérdelás volt. De azt mondták önök tegnap, hogy a Fidesz 30 éves íratlan szabályt rúgott fel, amikor nem választotta meg a Jobbik parlamenti alelnök jelöltjét. Ennek mi a jelentősége? Ma igaziból annyi, hogy szerintem teljesen tisztességtelenül kellemetlenséget okoztak a Jobbiknak. Tehát csak egy ilyen... Holnap után, mert a következő években beláthatatlan következményei lesznek. Ezzel nem szoktak szórakozni demokráciával, vagy parlamentáris körülmények között, most nem tudom, minek nevezzük, de parlament még ugye van. Megmondom, miért nem? Hát ha ezt is fölrúgjuk,
ugye mindig a kormánypártnak van többsége a parlamentben. Ezeket a pozíciókat egyszerű többséggel választja a parlament. Ha elkezdjük azt fölrúgni, ami eddig volt, hogy mindig megállapodik az ellenzék és a kormánypárt, hogy kinek mi jár, arra mindenki megmondja, hogy kit szeretne oda, majd együtt megszavazzák, de legalábbis a többség biztosítja hozzá a szavazatot, és nem szavaz ellene, vagy nem bohóckodik egy olyat, mint tegnap, hogy benn ülnek be. Véletlenül pont annyian nem nyomnak gombot, hogy éppen ne menjen át. Ilyenre egyszer még nem azért, volt példa korábban soha. De mert jó felfogott érdekéből ezt a vonulat nem lépi át senki. Ezt akarom mondani, hogy azért talán azt mondja neki bár, hogy örökre nem lesz Fidesz kormány. Most akkor a következő többségi parlament erre, mondjuk amiben Jobbik is bent lesz esetleg, mondjuk lehet ilyen felállás, akkor azt fogja mondani Jobbik, hogy ő addig itt nem szavaz meg semmit, a Fidesznek az összes pozícióját le nem szavazzuk, és akkor ez hova fog vezetni? Tehát ezért nem szokta, de tudja milyen, ez leegyszerűsítem. Ez a erősebb vagyok, megtehetem, ezért megteszem. Tehát oda megy a nagyfiú a kisfiúhoz, lekever egy pofonnak, ez kiveszi a kezéből a mobiltelefonját, majd elmegy vele. Ez körülbelül ez a kategória, és azt kell érteni, hogyha ilyet meglép valaki egy ország a politikai vezetőként, kormánypárként, azzal ezt a mintát mutatja a polgároknak is, hogy ja, figyeljetek, amit tudtok, azt megcsináltok nyugodtan. Egyébként szerintem hamarabb... ez gusztustalan. Példamutatást szóba hozta, hogy milyen mintát mutat például a parlamenti képviselők sora. A Robi reggel kifogásolta a hangnemet, és hogy a miniszterelnököt például le lehet hülyézni, illetve hogy lehet-e vagy nem lehet. Azt hiszem, hogy Arató Gergely említette, hogy ugye az egészen brutálisan, látványosan, furcsán működő brit parlament, ami egyébként egy elég demokratikus és egészséges parlament, is csinál furcsa dolgokat, de például káromkodni nem szabad. Ő mit gondol erről? Először is az angolok abban a szempontból előnyben vagy hátrányban vannak, hogy a káromkodási skálájuk az meg se közelíti a magyar nyelv egészen széles repertoárját. A magyar ebben egészen kiemelkedő. Vagy káromkodsz, vagy nem. Itt azért megvan a szürke zóna. Két dolgot tudok mondani. Nyilván egy bizonyos kifejezések talán nem valóak a parlamentben. Másrészt meg nagyon őszinte lesz, tehát az, amiről csak ma beszéltünk, azért az tényleg kihozza az emberből az indulatot. És persze egy politikusnak az indulatait is kell tudnia féken tartania, de higgyék el az emberek, hogy mi ott bent pont úgy agyvérzést kapunk attól, amit hallunk, meg látunk, mint ő a tévé előtt. De még egyszer mondom, nyilván nem káromkodási versenyről kell ennek szólnia, de szerintem sokkal károsabb az, amit tegnap láttunk, amit az előbb mondtam, hogy erősebb vagyok, elvehetem, el is veszem, mint rossz példa egy társadalom előtt, mint az, hogy valaki egyszer oda vág a másik fejéhez valamit, főleg, ha indulatból tesz, és mondjuk utána azt mondja, hogy elnézés, azért ezt nem kellett volna talán. Ilyen is előfordul a világtörténet. Ahogy mondja, különböző jelentőségű és horderejű a két minta. Köszönöm szépen, hogy eljött, és a Lánchídról még nagyon sokat fogunk beszélgetni.